Az idei esztendőben 21 egyéni sportoló és 4 csapat tagjai vehették át a város elismerő oklevelét azért a munkáért, melyet befektettek a sport sikerek érdekében. Filóni Ferenc Ibolya polgármester az ünnepi beszédében arról is szólt, az idei év különleges volt abból a szempontból, hogy elkészült az utóbbi időszak egyik legnagyobb és leginkább várt sportcélú beruházása, a sportpálya felújítása. Egy olyan korszerű létesítményt adhattak át, melynek kapui nyitva vannak nem csak a profi sportolók, de valamennyi sportot kedvelő ember előtt. A polgármester reményét fejezte ki, hogy 2022-ben olyan sportinfrastruktúrális fejlesztésekről számolhatnak majd be, melyre mindenki büszke lehet. A személyes találkozásoknál varázsosabb nincsen, és ilyenkor azért elmondhatja az ember azokat a gondolatokat, ami ilyenkor megfogalmazódik egy polgármesternek a fejében is, hogy mi az, ami miatt nagyon hálásak és büszkék vagyunk ezekre a sporteredményekre, hiszen valamennyi sportágban, bármelyiket is említhetném, az ország vagy akár a határokon túl is viszik a jó hírét Bonyhád városának azok a sportolók, akik gyönyörű eredményeket értek el az idei esztendőben is. Alapvetően a háttérben tudunk mi igazából segíteni, hiszen azok a sportlétesítmények, amelyek rendelkezésre állnak a sportolóknak, bármilyen sportágról is van szó, hogy napi szinten az edzéseket végezhessék. Említhetném itt a sportcsarnokot is, a városi sportcsarnokot, vagy akár a szeptemberben átadott városi sportpályát is, ami olyan körülményeket biztosít, ami segíti a jó felkészülést, én úgy gondolom. A kiemelkedően teljesített sportolók javarésze a Bonyhádi Atlétikai Klub versenyzője volt. Kirchné Máté Réka az egyesület elnöke szerint nem csupán a sportolók szerepeltek kiemelkedően, hanem a sportszakmai munka területén is elismerté vált az egyesület azáltal, hogy Seidler Gézát a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai igazgatójává választották. Nagyon büszkék vagyunk a sportolóinkra. Természetesen nagyon fontos, hogy rendelkezésünkre állnak pályák, felszerelések, csarnok, tehát megvannak azok a feltételek, amelyek fontosak a felkészüléshez, de megvannak a szakemberek is. Ezen kívül nagyon fontos, hogy az önkormányzat mindig támogatja az egyesületet, akár a mai díjátadóval, ami nagyon fontos a motivációban is a fiataloknak. Tehát mindig fontos évről évre, hogy tényleg itt megmutatkozhatunk, és látják, hogy milyen eredményeket értünk el, akár az országos versenyeken, akár nemzetközi versenyeken, és szeretnénk évről évre tényleg minél több új eredményt hozni, hogy a városnak a hírnevét emeljük egy kicsit. A bonyhádi versenyzők sikere azt jelzi, a város a magyar atlétika egyik vidéki bázisa is lehet. Amikor volt egy hónappal ezelőtt körülbelül az atlétikai klub Bonyhádnak a 25 éves jubileuma, akkor többek között a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke Gyulai Miklós is, igaz, hogy levélben már nem tudott eljönni, de köszöntötte az egyesületet, és ő is azt fogalmazta meg, hogy az egyik vezető egyesülete az országnak, hiszen ha nincs is nemzetközileg még olyan szinten, egyrészt látszik, hogy fejlődik, látszik, hogy példát mutat az egyesület, hiszen egy nagyon összetartó csapat, nagyon lelkesek, nagyon sok mindent igyekszünk szervezni, és kapcsolatot tartunk sok-sok egyesülettel, és lehetőséget adunk nekik. Tehát elismerik a klubot országos szinten is, a szakemberek is, és erre nagyon büszkék vagyunk. Az egyesületet azért is eredményesnek tartjuk, hiszen olyan szakembereink vannak, akikre már felfigyeltek. A Magyar Atlétikai Szövetség már felkérte az egyik edzőnket, Seidler Gézát vezetői szerepre, de egyébként beszélhetnénk arról, hogy Bonyhádról indult Palko Márti is, aki versenybíróknak lett ugyanígy az Atlétikai Szövetségnél egy vezető szakembere, tehát Bonyhádról egyre többen szakemberként is befutnak és elismertek. Tehát mindenképpen szerintem mondhatjuk azt, hogy Bonyhád valóban egy célpont, egy középpont, egy centruma lehet az atlétikának mára. Filóni Ferenc Ibolya azt is kiemelte, a város költségvetéséből jelentős forrásokat biztosítanak a sportegyesületek működésének támogatására. A sportinfrastruktúra fejlesztésében is további tervei vannak Bonyhád városnak. Azon túl, hogy minden évben a városi költségvetésből jelentős forrás biztosítunk az itt működő sportegyesületek számára, ezt továbbra is szeretnénk biztosítani, sőt, ha lehet, és lehetőségünk van rá, akkor ezt akár tovább növelni is. De vannak még olyan sportlétesítmények, illetve olyan iskolaudvar például, ahol testnevelési órákat tartanak, amelyekben még bőven van fejlődési lehetőség, hiszen az ingatlan tulajdonos minden esetben az önkormányzat, még akkor is, ha nem fenntartóként működik már egy-egy iskola esetében, és ilyen területen van terve a városnak tovább lépni a jövőben.